Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Romhalmazból modern körülmények. Új, modernizált épületbe költözött a kormányhivatal főosztálya. 10 milliókat spórolnak évente, újabb épületeket újítanak fel Bonyhádon. Folyamatosan nő a gyereklétszám, városi bölcsödét építenének Tolnán. Támogatás. Fogadható versenyhez ad anyagi támogatást a Szekszárdi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 150 millió forintnyi hazai forrásból valósult meg a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdi Tormai Béla utcai épületének felújítása, ahol az agrárügyi és környezetvédelmi főosztály, valamint a növényvédelmi és talajvédelmi osztályok kapnak helyet. A beruházás átadóján elhangzott a 21. századi modern körülményekre a szakmai munka, a munkahelyi légkör és az ügyfelek fogadása miatt volt nagy szükség. Használják egészséggel! Ünnepélyes keretek között adták át a Tolna megyei kormányhivatal Tormai Béla utcai épületét, ahol mostantól az agrárügyi és környezetvédelmi főosztály növényvédelmi és talajvédelmi osztálya kap majd helyet. A szakemberek a Kesselyűsi úton található épületből költöztek át ide. A felvételeken jól látszik, hogy még rajta van a csomagolás a mikroszkópokon a vadonatúj laborban. Az itt dolgozók szerint éppen erre, a korszerűbb laborra és eszközökre volt leginkább szükség a színvonalas munka elérése érdekében. Itt ugyanis többek között talajvédelmi vizsgálatokat végeznek majd. Bíró Attila, hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár az iroda épület átadóján azt emelte ki, a kormány célja ezekkel a beruházásokkal az, hogy a modern közigazgatás kívülről is látható legyen mindenki számára. 21. századi körülményeket teremtsünk a magyar közigazgatásban, ez egy lépés ahhoz, hogy Szekszárdon is 21. századi közigazgatással találkozzanak azok, akik ide betérnek, illetve a 21. századi körülmények között dolgozhassanak azok, akik itt kormánytisztviselőként ellátják feladatukat. Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja úgy fogalmazott, a beruházásnak köszönhetően egy romhalmazból modern épületet sikerült teremteni. Az ide betérő ügyfelek, ha ne adj Isten, egyébként az ügyintézés ideje kicsit hosszadalmas lenne, akkor kultúrát körülmények között tudják eltölteni az időt, és hát város szépészeti szempontból se utolsó az, hogy itt nem egy romhalmaz áll, vagy egy lepusztuló félben lévő épület, hanem tényleg a korszínvonalának megfelelő épületet tudtunk itt megvalósítani. A beruházás 150 millió forintnyi hazai forrásból valósult meg. Órák alatt fogtak a rendőrök egy tolvajt Decsen. A 68 éves férfi egy az utcán hagyott ládából vett el jogtalanul egy mobiltelefont. Az eszköz tulajdonosa egy helyi nő volt, aki azonnal értesítette a hatóságot. A kihallgatás során a tolvaj azt mondta, hogy a szekszárdi buszpályaudvar egyik szemetes ládájába dobta a telefont, amit sértetlen állapotban meg is találtak az egyenruhások. Kevesebb új lakóingatlan épült az országban az év első felében, mint az egy évvel korábbi időszakban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. Összesen 6472 új lakást adtak át, 0,7%-kal kevesebbet, mint 2018 első felében. Budapesten 8,6%-kal, a kisebb városokban 7,8%-kal kevesebb lakás készült el beköltözhető állapotúra. Ezen belül a természetes személyek által épített lakások aránya az egy évvel korábbi 49%-ról 47%-ra csökkent, a vállalkozások által építetteké viszont 49%-ról 52%-ra emelkedett. 400 millió forintból két önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítését végezhetik el Bonyhádon. A pályázat sikeréről a napokban kapott értesítést az önkormányzat. A korábban elvégzett hasonló jellegű felújításokkal együtt már több 10 millió forintnyi energiadíjat tud megtakarítani a város évente.
Pihennek a dolgozók a Bonyhádi Fáj lakótelepen álló ifjúsági étterem előtt. Az épület napi használatban van, kívülről mégis évtizedek óta nem nyúltak hozzá. Most azon túl, hogy olcsóbb lesz a fenntartása, ránézésre is szebb lesz az épület, de nem csak ez, hanem a Szekszárdi Szakképzési Centrum által használt Jókai utcai iskolaépület is. Mindkettő a Bonyhádi önkormányzat tulajdonában van, 400 millió forintból teljes energetikai felújításon esnek át. Mind a két épületnél a nyílászáró cseréje fog megtörténni teljes mértékben, homlokzat, illetve tetőszigetelés fog történni, mind a két épület egy lapos tetős épület, a szigeteléssel mindenhol probléma volt, főleg a volt kettes iskolánál egy hatalmas felületről beszélünk. Ezen kívül az iskolában a fűtésgépészeti részét is kicserélik. Az önkormányzat, bízva a pályázat sikerében, ezúttal is annyira előkészítette a projekteket, hogy néhány hónapon belül szerződést köthetnek a kivitelezővel. Gyakorlatilag teljesen készen, vagy majdnem készen vártuk a pozitív döntést, úgyhogy néhány héten belül a közbeszerzésnek a megjelenésének semmi akadályát nem látom, és legkésőbb valamikor szeptember végén, október elején megkezdődhet a beruházás mind a két helyszínen. Bonyhádon különösen fontosnak tartják a környezettudatos beruházásokat, nemrég fejezték be a zeneiskola hasonló jellegű felújítását, a mostani pályázat megvalósulásával pedig már összesen 350 kilovattnyi energiát termelnek majd az önkormányzati intézmények tetején elhelyezett napelemek, a város saját erős beruházásával hamarosan elkészülő naperőmű pedig további 500 kilovattot ad majd, amiből az önkormányzatnak 20 milliót is meghaladó éves bevétele származhat. A MOL szerdán 3 forinttal emelte a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát, a 95-ös benzinára nem változott. Az emeléssel a gázolaj literje 399 forintra drágult. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt szerdán módosult. A 95-ös benzinára akkor 6 forintos csökkenéssel 391 forintra, a gázolaj 4 forintos csökkenéssel 396 forintra mérséklődött. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Már a határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabad felhasználású diákhitel egyet. A Diákhitel Központ vezetője szerint több mint 20 ezer magyar diák tanul, például erdélyi egyetemeken, viszont csak pár tucat veszi igénybe a hitelt. Az igényléshez magyarra fordított hallgatói jogviszony és magyar bankszámla szükséges. 400 millió forintból építene új bölcsödét Tolna. A képviselők rendkívüli ülésen döntöttek, hogy beadják pályázatukat a területfejlesztési operatív program kiírására. Jelenleg egyáltalán nincs önkormányzati bölcsöde a városban, igény viszont lenne a szolgáltatásra. Itt a tolnai Pittypangó óvoda szomszédságában épülhet fel a városi bölcsöde. Az önkormányzat már régóta szeretett volna saját bölcsödét nyitni, lehetőségük viszont nem volt rá, még úgy sem, hogy kötelezően ellátandó feladat a település számára. Jelenleg úgy oldjuk meg a gyermekek ellátását, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk azokkal a városban működő családi napközikkel, akik nagyon ügyesen és nagyon jól ellátják ezt a feladatot. A területfejlesztési operatív programban 1,6 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a Tolna megyei települések, hogy bölcsödét hozzanak létre, vagy a meglévőket fejleszék. Tolnán egy teljesen új épületet álmodtak meg, miután nem volt arra alkalmas építménye a városnak. Így ha elkészül, több mint 20 gyermek befogadására lesz alkalmas. Óriási igény van arra, hogy bölcsöde működjön, hiszen teltházzal, sőt várólistával működik a jelenlegi családi napközik is, amiben tudomásom szerint az egyik éppen most bővített egy új bölcsödei csoportot hoz létre, ott alacsonyabb létszámmal működhetnek csak. A miénk az 12-12, tehát összesen 24 férőhelyel fog működni. Kell hozzá legalább 4 fő felsőfokú végzettségű új munkatárs is majd, és hogy ne érje meglepetés az önkormányzatot, tartalékot is képeztek a pályázat biztos megvalósíthatósága érdekében, így egy esetleges építőanyag áremelkedés sem jelenthet túl nagy gondot. A város napján megtartandó fogadhajtó versenyhez ad jelentős anyagi támogatást a Szekszárdi Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága. Erről szerdán döntöttek a bizottság tagjai. A Szakcs Szekszárd Lovas Barátok Egyesülete augusztus 24-én a helyi Pollák Mihály sportpályán rendez akadály- és vadászhajtást, valamint egy meghívott huszárbandérium bemutatójával is készülnek a szervezők. Ezeket a programokat támogatja anyagilag a város.
Nem volt megfelelő szponzoráció, és hát csak úgy tudják elkezdeni, és az még bővülne most még egy motoros programmal is utána azon a területen, ott a termetesítőt mellett, volt focipályánál, hogy több fogat is jelentkezett, tehát egy népszerű program, ez sportprogram is, egyben másrészt kulturális program is, és ezért egy bizottság egy témát egy támogathat, és akkor megegyeztünk abból, hogy a bizottsági keretünkből adunk át a Humán Bizottságnak, és akkor ők fogják azt, illetve meg is hozták a döntést, hogy támogatják a rendezvényt. Hittantáborban tartottak bűnmegelőzési előadást a Paksi Rendőrkapitányság munkatársai. A táborban résztvevő 27 gyerek óvodástól az iskolásig előadást hallgathatott a rendőrség munkájáról, és betekintést nyerhetett a bűnügyi technikusok munkájába, valamint megismerkedhetett az új és tenyérnyomatvétellel, és aki akarta, a sajátját is elkészíthette. Nagyértékű sporteszközzel ajándékozta meg Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Szemerei Leventét, miután a fiatal sportoló negyedik helyezést ért el a 3000 méteres akadályfutás Európa-bajnokságon, majd megnyerte a felnőtt országos bajnokságot is. A fiatal sportoló azt mondja, célja, hogy 4 év múlva a Magyarországon megrendezésre kerülő világbajnokságon dobogóra állhasson. Meglehetősen magabiztosan győzte le a többieket a szekszárdi Szemerei Levente a svédországi junior U20-as Európa-bajnokságon akadályfutásban annak előfutamán. Majd 2 nappal később a nagy döntőben az EB-n 4. helyezést ért el, múlt vasárnap pedig a felnőtt országos bajnokságot is megnyerte. A nemzetközi és hazai szereplés kapcsán fogadta őt szerdán Ács Rezső szekszárd polgármestere. A polgármesteri fogadás mellé egy nagyértékű sportkaróra is járt. A 19 éves futó azt mondja, nem akar itt megállni, a célja, hogy 2023-ban Magyarországon megrendezendő atlétikai világbajnokságon még a mostaniaknál is jobban teljesítsen. Szeretnénk majd a budapesteti VB-re szeretnénk majd nagyon jó formát csinálni, hogy a döntőbe kerülhessek, és az egy közönség előtt az éremért futhassak majd. Szekszárdon hagyománya van egyébként annak, hogy a nemzetközi vagy országos sportsikereket elérőket a város polgármestere személyesen fogadja, hogy így mondjon neki köszönetet, amiért öregbítik a város jó hírnevét. Város marketing szempontból ezek óriási lehetőséget jelentenek, hiszen a Szekszárd neve megpörög, Szekszárd neve együtt pörög a sikerrel, együtt pörög a minőséggel, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb a város jövője szempontjából. Szemerei Levente a tervek szerint ősszel az Amerikai Egyesült Államokban kezdi meg egyetemi éveit, de profi sportolóként továbbra is a Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakosztályát erősíti majd. Elengedték a koreai hatóságok Kenderesi Tamás úszó olimpikont, akit zaklatással gyanúsítottak meg a vizes VB-nek otthont adó országban. Kenderesit pénzbüntetés befizetése fejében engedték el. Sós Csaba szerint csütörtökön érkezhet haza az aparhanti származású Kenderesi Magyarországra. Mint ismert, a sportolót a Gwangju-i rendőrség fogta el, mert egy 18 éves lány feljelentette szexuális zaklatás miatt. Kenderesi állítólag a lány fenekéhez ért hozzá egy bárban. Az úszó el is ismerte, hogy talán így volt, de szerinte inkább véletlen lehetett az eset, a zaklatási vádakat pedig visszautasította. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Sikeres fejlesztés a Bói Ipari Parkban. Már termelésbe kezdett az új üzemcsarnok bérlője. Innovációs házépítő világverseny. 4 díjjal jutalmazták a pécsi egyetemistákat. Biztonságban a strandokon. Országszerte ellenőrizték a vízi élményeszközöket. Már most sikeres a Bói önkormányzat fejlesztése a település ipari parkjában, mondta a település polgármestere. Tavasszal adták át azt az üzemcsarnokot, ahol több 100 négyzetméteres ponyvákat állítanak össze. Ezeket a mezőgazdaságtól a zenei fesztiválok színpadainak takarásáig sok helyen használják fel a világon. Az ipari parki fejlesztést több forrásból valósította meg az önkormányzat. 427 millió forintból építették meg a 3300 négyzetméteres ingatlant. Éppen egy silótakaró ponyvát készítenek a Bói Ipari Park üzemcsarnokában. A 3000 négyzetméteres épületet egy holland érdekeltségű cég vette bérbe a várostól még tavasszal.
több mint 40 éve tevékenykedik, tehát a tulajdonosunk, aki 99 óta Magyarországon is érdekelt, úgyhogy volt, én már az előző cégénél is dolgoztam, tehát azóta vele dolgozom. Kint Hollandiában is voltam egy ideig, úgyhogy most itt megvetettük a lábunkat Bolyba, mert olyan kedvező lehetőségeket nyújtott a község, illetve a polgármester úr, hogy ezt nem, úgy gondoltuk, hogy nem lehet kihagyni. A Bolyi önkormányzat top forrásból fejlesztett. Sikeres volt a tervük, mondja a polgármester. Egy csarnok építése, amely április közepe vége felé készen volt, műszaki átadás használatba vétel megtörtént, sőt, megtörtént a bérlőnek a pályáztatása is. Itt most egy Indukon Kft. Bérli ezt a csarnokot, aki teljes tempóval elkezdett termelni, fölvette a dolgozókat, működik, és úgy gondolom, hogy az összes indikátort, ami elő volt írva a pályázathoz, azt teljesítettük. A cég korábban Győrben próbálkozott, de ott nem tudtak bővíteni, illetve megfelelő munkaerőt sem találtak. Bolyban már most azt tervezik, hogy egy ugyanilyen csarnokot építenek a meglévő mellé. Jelenleg 17 munkavállalójuk van, de további 5-7 varrónőt keresnek az ipari méretű ponyvák összevarrásához. Július 31-éig még szankció nélkül bejelenthetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé az üzemeltetők azokat az automata berendezéseket, amelyek olyan terméket vagy szolgáltatást kínálnak, amiért helyben fizetnek a vásárlók, és működésükhöz nincs szükség kezelő személyzetre. Mostanáig az üzemeltetők már 9000 automatát regisztráltak. Augusztustól a be nem jelentett berendezések üzemeltetője mulasztási bírságra számíthat. Nem csak az élelmiszert árusító automaták adatait kell bejelenteni a hivatal felé, hanem szolgáltatástól és árucégtől függetlenül minden automatáit. Így például a parkolóautomaták, a személyzet nélküli automosó berendezések és a játékkiadó gépek adatait is. A bejelentést elektronikusan a hivatal honlapján elérhető nyomtatványon kell megtenni. 4 díjjal is jutalmazta a Solar Decathlon Egyetemi Innovációs Házépítő Világverseny zsűrije a Pécsi Tudományegyetem Hungarian Nest Plus projektjét. Építészeti kategóriában második helyezést, energiahatékonyság kategóriában harmadik helyezést ért el a pécsi és miskolci egyetemisták által újraértelmezett kockaház. A díjazást az alacsony költségvetésű, energiahatékony elemekből álló és egy ezt kiegészítő technológiai tudással ötvözött plusz energiás megoldás miatt érdemelték ki. Ez annak a háznak a makettje, melyet a PTM műszaki karának hallgatói és oktatói terveztek. Az építménnyel a Solar Decathlon Egyetemi Innovációs Házépítő Világversenyére neveztek, a Miskolci és egy Algír Egyetemmel közösen. A megmérettetés célja, hogy olyan innovatív épületeket valósítsanak meg a hallgatók, melyek energiahatékonyak, illetve környezetbarát anyagokból készültek. A verseny során a zsűri többek között azt is értékelte, hogy különböző szélsőséges körülmények között hogyan viselkedik a ház. Bemegy 50-60 ember az épületbe, ott táncolnak, pörögnek, esznek, isznak, utána kimennek, és hát az épületnek mondjuk meghatározott időn belül képesnek kell lennie magát visszakondicionálni hűtechnikai, páratechnikai komfort szempontjából egy optimálisra, és így tovább. Tehát gyakorlatilag rengeteg szempontnak kell teljesülnie. Ezeken a képeken már az építkezést örökítették meg a pécsi egyetemisták. A magyar fészek elnevezésű újra álmodott kockaházat 14 nap alatt kellett felépíteniük. Az értékelés lezajlott, a hallgatók munkája pedig 4 díjjal is büszkélkedhet. Az építőipari vállalkozók országos szövetsége ajánlott külön díjat a pécsiek számára, valamint a tesztelő egyetemisták és oktatók a közösség és fair play elismerést ítélték oda a csapatnak. Emellett további 2 szakmai díjban is részesült a PTE. Az egyik egy harmadik hely abban a kategóriában, ami az épület energiaeffektivitását vizsgálja, tehát ez egy épület energetikai gépészeti, építészeti szempontból óriási elismerés, ez azt mutatja, hogy végül is megfeleltünk a feladaton, nem is rosszul, illetve építészet kategóriában pedig második lett a csapat, ami pedig szintén egy nagyon komoly elismerés nekünk. Az eredményhirdetéssel csak a mintaházak versenye ért véget. A Szoláris falu egészen szeptember 29-éig fogadja a látogatókat Szentendrén. 13 gyűjtőpontra folyamatosan érkeznek a búzaadományok Somogyban. Idén 9. alkalommal indult el a Magyarok Kenyere program, amely keretében határon túli és hazai gyermekeket támogatnak.
Érkeznek a búzával teli zsákok a két helyi gyűjtőpontra. Itt 15 mázsányi kalászost adományoztak már a gazdák a Magyarok Kenyere programban. Két hely határába, térségébe az őszi búza betakarítás gyakorlatilag 95% felett van, tehát a búza nagy része már a magtárakba. Az első becslések szerint egy közép mennyiségű termés várható. A minősége viszont egy jó malmi minőség, tehát lesz kenyér bőven. Két hely a kezdetek óta részt vesz a jótékony kezdeményezésben. A helyben a gazdák nem csak egy zsák búzát ajánlanak fel, hanem nagyon sokan kettőt. Az egyik zsák búza az megy az országos gyűjtésbe, a Magyarok Kenyere programba, a másik zsák búzából viszont megőrölve helyben adományozunk lisztet. Ezt intézményeknek, helyi Vöröskeresztnek, akik a rászorulóknak adják át. Augusztus közepéig a megyében 13 ponton adhatják le adományaikat a somogyi gazdák. Vegyük észre azt a réteget, vagy azokat az embereket, azokat a gyerekeket, akik sajnos árvák vagy állami intézményekben vannak, de most már azt gondolom, hogy a mozgalom lehetővé tette az, hogy idős otthonokba is jusson ezekből az adományokból, és ez nagyon fontos, hogy minél szélesebben ismerjék meg a szolidaritás érzését. A búzát a Barcsi Malomban őrlik meg, augusztus 17-én pedig Igalban tartják a kenyérszentelő ünnepséget, majd szeptember elején juttatják el a határon túli és a somogyi gyermekvédelmi intézeteknek a liszt adományokat. A vízi élményeszközöket, azok üzemeltetési körülményeit ellenőrizték a nyári főszezon előtt országszerte. A vizsgálaton a legfontosabb a terhelhetőség volt, vagyis hogy biztonságosan hányan használhatják egyszerre az adott eszközt. A Balaton partján is népszerűek a víziparkok, élményfürdők, ahol nem csak tábla, hanem személyzet is figyelmezteti a szabályok betartására a használókat. Gyorsan a vízben csobban a csúszdázó, nem mindegy azonban, hogy ezt miként teszi. Először én csúszok le mindig, hogy mekkora a víz, milyen hideg, utána jöhetnek a kicsik. Sauerék családosan vették birtokba a csúszdákat, a gyerekek is tudják, hogy mire figyeljenek oda. Hogy ne fulladjunk meg, hogy ne menjünk hason. A szabályokra tábla és személyzet is figyelmezteti a vendégeket. Úszni nem tudó gyerekek szülői felügyelet mellett sem használhatják a csúszdákat a biztonság érdekében. Mindenki a belátása szerint ugye se térden, se nekifutásból, se fejjel előre ne csúszanak, és akkor a balesetek 99%-a elkerülhető. Balesetek, kisebb sérülések így is történhetnek, ezt már a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöke mondja. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat idén nyáron 12 parti településen, 19 strandon teljesít szolgálatot, s látja el a fürdőzés során keletkező sérüléseket. Általában az ilyen csúszdáknál, ami előfordul, az égési sérülés, mert hogyha valaki nem nedvesíti be magát rendesen, akkor gyakorlatilag a csúszda felmelegedett oldala kisebb égési sérülést, vagy esetleg nagyobb égési sérülést is tud okozni. Ez több strandon előfordul, illetve az érkezésnél is nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan érkezünk meg a vízbe, mert hogyha gyakorlatilag rosszul esünk, úgymond, akkor akár egy rándulás is kialakulhat, és egyébként ilyen is volt már idén. Országszerte 168 helyszínen 853 vízi élményeszköz üzemeltetési körülményeit ellenőrizték, strandokon, fürdőkben, akvaparkokban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt vizsgálaton. Ezek kevesebb, mint tizedének használatát kellett ideiglenesen megtiltani a hiányos dokumentáció miatt. A tárca MTI-nek küldött közleménye szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatalok a nyári főszezon előtt ellenőrizték a vízicsúszdák, a medencékben kialakított víziösvények, kötélpályák, víziugrálóvárak, a vízibiciklik és vízidodzsemek üzemeltetési körülményeit. Végül mutatjuk röviden, miről szólt a híradó. Romhalmazból modern körülmények. Új, modernizált épületbe költözött a kormányhivatal főosztálya. 10 milliókat spórolnak évente, újabb épületeket újítanak fel Bonyhádon. Folyamatosan nő a gyereklétszám, városi bölcsödét építenének Tolnán. Támogatás. Fogadhajtó versenyhez ad anyagi támogatást a Szekszárdi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság.
Csütörtökön eleinte élénk, majd mérséklődő északnyugati szél fúj, ami csökkenti a füllettséget. Pár fokkal a hőmérséklet is alacsonyabban tetőzhet, mint korábban. Összességében folytatódik a meleg, alapvetően napos, nyaralóknak kedvező időjárás. Csapadék előfordulása valószínűtlen. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!